Egy győri gumiszerelő műhely, ahol már most is a legmodernebb eszközökkel dolgoznak. Ha fejleszteni szeretnének, érdemes uniós pályázat keretében forrás szerezniük. 2014 és 2020 között ugyanis korábban soha nem látott tőkeinjekcióra számíthatnak a hazai kis és közepes vállalkozások. Ezt mondta Lázár János a Magyar Távirati Irodának. A miniszterelnökséget vezető miniszter arról számolt be az MTI-nek, hogy több mint 34 milliárd eurónyi támogatásról állapodott meg az Európai Bizottság a magyar kormánnyal, ami a szükséges önerővel nagyságrendileg 12 ezer milliárd forintos fejlesztést jelent ebben az uniós ciklusban. Lázár János óriási eredménynek tartja, hogy míg a 2007-2013-as időszakban Magyarország csak az uniós pénzek 16%-át tudta gazdaságfejlesztésre fordítani, addig ez most 60% lesz, a fennmaradó 40%-ból pedig a humán és reál infrastruktúrát korszerűsítik. A miniszter hozzátette, a nemzeti érdekkörben lévő KKV-k akkora tőkeinjekcióra számíthatnak a következő években, ami erre a 20. és 21. században nem volt példa Magyarországon.